Az vagy, amit megeszel, tartja a mondás, így a megelőzésben nagy szerepe van az egészséges táplálkozásnak. Persze ezt időben kell megkezdeni, így Székesfehérvár önkormányzata egy közétkeztetési modellprogramot dolgozott ki. A mi modellprogramunk egy tekintetben újszerű, hogy azon túlmenően, hogy a fehér termékkel van egy jó alapanyag, azon túlmenően, hogy van egy jó szolgáltató, a rostási hagyományos konyha, azon túlmenően, hogy van egy jó étrend, amit a kórház dietetikusával közösen állít össze a szolgáltató, ezen túlmenően az intézmények ebben partnerek. Az új elem, hogy ez akkor tud hasznosulni, ha a gyermekeink ezt el is fogyasztják. Szülőként tudjuk, hogy a legnehezebb feladat, amivel most megpróbálkozunk, ez az új elem nálunk. A szülőkkel való kapcsolat, ami egyszer a blogon keresztül reményeink szerint megvalósul a mindennapokban. A 2011-2012-es kísérleti tanévben két intézmény, a Felsővárosi Óvoda és a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény vesz részt a programban. Ennek részeként nem csak egészségesen táplálkozhatnak a gyerekek, de például az ovisok azt is megtudhatják, honnan kerül az étel az asztalra, és kellemes élményeket szerezhetnek az egészséges táplálékokról. Annyi a feladatunk, hogy mindig valamilyen élményükhöz kapcsoljuk a megjelenő új ételt. Ez lehet egy meseszereplő vagy egy gyermekjátékdal. Például, ha csicseri borsó leves van, akkor elénekeljük, hogy csicseri borsó bablencse. És így nem nehéz. Tehát ha gyereknek van egy élmény anyaga, amihez kapcsoljuk, akkor szívesen megkóstolja és nem utasítja el az ételeket. Az egészséges táplálkozást népszerűsítő kampány keretében internetes honlap is indult. A tutimenza.hu hasznos tanácsokkal, főzési tippekkel is segíti az érdeklődőket. Az első blogbejegyzés Bakonyi Csilla színművész nevéhez kötődik. A két gyermekes családanya saját praktikáit osztja meg az internetezőkkel. Kenyeret is otthon szoktunk sütni. Akkor olyan alapanyagokat teszek bele, amit én szeretnék és jónak tartok, és akkor ők ebbe tudnak segítkezni. A tájékoztatón Brájer Éva elmondta, a program széleskörű összefogással valósult meg. Szerveznek családi napot, előadásokat is, melyek mind az egészséges életmódot népszerűsítik.